De nekünk táncosoknak borzasztóan fontos, mint hogy önöknek, nektek is a csapat. Csapatban dolgozunk, egymást emeljük, egymást dobjuk, egymásra vagyunk utalva. Ez rettentő fontos. De most az Oriflame és a tánc hogyan kapcsolódik egymáshoz, azt gondolom mindannyian önök is, ti is sejtitek. Van a YouTube-on egy videó, ahol az Oriflame-es svéd kollégákhoz táncolgatnak rajta. Na most kérdés színpadra a csapatomat, hiszen én is kollégákkal dolgozom. Hölgyeim és uraim, Zephyr Project! Mellettem az ányok, mögöttem a fiú. Na már most, én azt gondolom, hogy magyarok mi nagyon-nagyon szeretünk mulatni, táncolni, vigadni, és minél jobban megy a munka, ugye, annál fontosabb a kikapcsolódás. Na már most. Mutassuk meg a világnak, hogy mi magyarok nagyon-nagyon jól tudunk táncolni, mulatni, szórakozni. Azt kérném mindenkitől, hogy álljon föl, székekbe. De ott fönt is, hölgyek urak, mindenki álljon föl a székekbe, mutassuk meg, itt rengeteg kamera van. Mutassuk meg, hogy mi mire vagyunk képesek. Nos, vegyünk egy nagy levegőt. Menni fog, nem kell is szólni. A YouTube-on ti már láthattátok ezt a videót, tegeződjük, jó? Majdnem egy foglalkozunk, hogy mindenki. Na most, mindenki keresse meg a jó oldalát. Jó. Van a kezünkben ilyen, lehet rázni a csörgőt. Oh! Na most, ezt rázzuk meg a következő képen. Egy, két, há, négy, túloldal, két, nyolc, egy, két, óriásiak vagytok. Imádlak benneteket, végeztet, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, indul a bal láb három többen. Na, bocsánat, jobb bal, megy a kép, jobb bal, többet mondani, olyan vagyok. 1, 2, 3, 4, elejétől 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, még egy, kör, 1, 2, óriások vagytok, imádlak benneteket, és oda, jobb láb, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bátrabban, menjünk bele a mozdulatokba, tesz is kedve, 7, 8, simogatunk egy nagy kutyát, az asztalterítőt is simogatjuk, az asztalterítőt, tehát, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, és elérjük a csillagokat, messzire! Jön a csillagoség! 5, 6, fokozzuk a hangulatot! Most a legjobb, figyeljetek! Most a legjobb! Van ez a körgős történet, akkor kicsi indián szögdeléssel megfordulunk a dolgot. Menjünk nektek jobban! 1-et, 2-t, 3-at, 4-et! Ja. 1-et, 2-t, 3-at, 4-et! 1-et, 2-t, 3-at, 4-et! 1-et, 2-t, 3-at, 4-et! Elejétől! 1, 2, 3, 4, mekkora hangot vagyok is érni, 1, 2, 3, 4, jön a háromszög lépés, szobrába, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na még egyszer, kutya jó az a háromszög felől, 5, 6, jön a nagy kutya, asztalterítő, 3, 4, jön a refrén, 7 ingyen, és ott azt adta, ha, ha-ha! Óriásiak vagytok, kapni ezt a megmagatokat! Na,
koriplét. Akkor kérjük szépen az összes csajnak a hangját. 5, 6, 7, 8. Na akkor az összes pasi figyelj. 5, 6, 7, 8. Mi vártam? Kérjük szépen akkor a zenét és minden táncunkkel zenére. És 4 plusz ásványi anyag a férfi multivitaminban. Megváltoznak a hatóanyag források is, illetve részben egyet szeretnék kiemelni, ugye az A-vitamin az egy túladagolható vitamin, de ha például bétakarotin formájába visszük be a szervezetbe, nem lehet túladagolni, és nekünk az A-vitamin forrás az bétakarotin lesz a jövőben. Változtak, ugye a termékeket azt 2008 előtt fejlesztették ki, és változott azóta az EU által javasolt napi beviteli mennyiség, ez a bizonyos RDA érték, és ez szerint is át kellett egy kicsit alakítani a hatóanyag tartalmat. És ami szerintem nagy előny, hogy kisebb lesz a multivitamin tabletta, ezáltal ugye azoknak, akiknek mondjuk korábban gondot okozott a fogyasztása, könnyebben fogyaszthatóvá válik, hiszen könnyebben lenyelhető. Miben változott az astaxantin tartalmú svéd antioxidás? Mint a nevében is látják, hogy lesz a neve mellett egy plusz, ami azt jelenti, hogy egy plusz főhatóanyag, illetve egy plusz hatás is várható. Az astaxantin, amit ugye mindenki tud, hogy miből is nyerünk? Algából. Miért kérdezek ilyen magától érthetődő dolgokat? Igazatok van. Mellé a fekete áfonyatástól. A fekete áfonyáról, amit tudni kell, az, hogy fantasztikus, magas C-vitamin tartalmával általánosan is nagyon jól hat a szervezetre, de különösen a szemre és a látás minőségére hat előnyösen. Úgyhogy tényleg elmondhatjuk, hogy többet tudunk adni azáltal, hogy ez a hatóanyag belekerül az antioxidánsba.
Jelen pillanatban a többi terméket, tehát például az italport, vagy a haj és körömnevesztőt nem érinti ez az átalakulás. A wellness csomagot, illetve a tartalmát, illetve az önálló termékeket értelemszerűen érti. Megváltozik a csomagolás, sokkal több információ kerül fel a dobozra. Láthatjátok, hogy a dobozban alsó sarkán például ott látható, hogy mennyi a szervezet milyen funkciójára használnak ezek a készítmények nagyon jól, illetve a fogyasztásuk esetén, illetve hogy a termékek hitelességét még jobban tudjuk növelni, úgyhogy ez is rajta lesz a csomagoláson. Hangsúlyosabb lesz a logó is, maga a Wellness by Uniflame logó, ami gyakorlatilag azért bízunk benne, hogy nagyon sokak tudatába már beépült eddig is, de ez a hangsúlyosabb logó is nagyon fontos az új megjelenés során. Készítettünk a marketingen egy 4 oldalas szórólapot, ezt a 13-as katalógus periódusban mindenki megkapja a megrendelésével, az első megrendelésével, ugye akkor kapja a Wellness szórólapot, a katalógust, ami új, és plusz egy ilyen szórólapot. Ez a 4 oldal elmond minden fontos információt. Miben változott a régihez, mi az, ami egyáltalán változott, és a többi. Ez Wellness katalógus méretű lesz, úgyhogy én azt kérem tőletek, hogy ezt őrizzétek meg, tegyétek el, hiszen egy darabig azért erre szükség van. A régi fogyasztóknak el kell mondani, hogy mennyiben változott és miért lett jobb ez a megújult Wellness-es, ugyanői, mint a férfi. Ha már kifogytunk ebből a nyomtatványból, akkor pedig megígérhetem, hogy a honlapról letölthető lesz, úgyhogy a későbbiek során is hozzá fogtok jutni. És akkor, amire még szeretném nagyon-nagyon felhívni a figyelmeteket, hogy nekünk eddig a Wellness-hez kapcsolódó információk Wellness by Uniflame név alatt a szépségtanácsadói oldalon voltak megtalálhatóak, és akkor ott a címek alapján lehetett böngészni, hogy most akkor engem pontosan mi érdekel. Készült egy termékkalauz a Wellness by Uniflame készítményekhez, ez egy több mint 70 oldalas kiadvány, nyomtatott formában nem, de az interneten elérhetővé válik, nagyon sok információt tartalmaz, és erről is, mint ahogy minden egyéb más újdonságról, tehát a megújulásról szeretnénk majd a Wellness by Uniflame webkonferencián 20-án kicsit bővebben beszélni. Mindenkit szeretettel várunk 20-án este 8-kor a számítógépe előtt. Gyertek el, és remélem, hogy ott a felmerülő kérdésekre tudunk válaszolni. Van nekünk volt már egy értékesítési versenyünk. Ez az értékesítési verseny, ez a tavasz folyamán került meghirdetésre, és gyakorlatilag a és megígértük, hogy a legjobbakat ma is a Gigaparton fogjuk köszönteni a színpadon. Ez következik most, úgyhogy megkérném Zuzánnát, Zsuzsánt, hogy fáradjanak fel a színpadra, és köszöntjük a Wellness értékesítési verseny győzteseit.